Az élelmiszerár stoppot most már csak egy hónappal, 2023. augusztus 1-ig hosszabbítjuk meg, augusztus 1-ével megszűnik. Így jelentette be Gulyás Gergely csütörtökön, hogy a kormány kivezeti a 18 hónappal ezelőtt életbe léptetett hatósági árrendszert. A boltokban kötelező akciózás mértékét ugyanakkor 10-15%-ra emelik. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez a lépés azért is indokolt, mert az előrejelzések szerint az infláció augusztusban 15% körülire csökken majd. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára hangsúlyozta, a beszerzési árak jelentős terhet róttak a kiskereskedelmi szereplőkre. Raskó György, agrárközgazdász úgy véli, az augusztus 1-e utáni kiskereskedelmi forgalomra nagy hatással lesz az, hogy a vásárlók az ársapkás termékekből több hónapra előre bevásároltak. Így valószínűleg az árkorrekció akár ősz közepéig is elhúzódhat. Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával és Gáspár Andrással, a privátbankár.hu lapigazgatójával beszélünk a témáról. Jó reggelt kívánok mindkettőknek. Miért az elején azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az a 10-15%-ra emelt akciózási mérték, ami a nagy élelmiszer forgalmazókra vonatkozik, mert hogy a kormány arra hivatkozik, hogy ez fog majd segíteni valamelyest ellentételezni azt a egyébként szakértők szerint 30-40%-os vagy annál nagyobb mértéket is, amivel drágábbak lehetnek majd az eddigi árstoppos termékek. Mit gondolnak erről? Most ugye két dolog van. Az egyik az a júniustól elindított a kötelező akciózás a 20 termékkörre, aminek eddig ugye 10% volt az ár és a árcsökkentésnek a mértéke az eredeti árhoz képest, ugye ez változik majd 15%-ra. Mi az eredeti ár? Tehát itt én azt olvasom egy szakértői véleményben, hogy ez a bruttó beszerzési árra vonatkozó, tehát hogyha 100 forintért vásárolt eddig, hozott valamit, azért mondom, hogy ez most teljesen más, jó? Tehát ugye, ami a bruttó beszerzési árra tegnap ki lett hirdetve, az csak a hatósági áras termékekre vonatkozik, ami most ugye a hatósági árrendelet alá van vonva. A kötelező árakcióban a hatósági áras termékek nem jelentek meg, ugye azt egyéb termékekre kellett nekünk meghirdetni. Most ez a beszerzési ár alatt 15%-kal kell majd értékesíteni a hatósági áras termékeket. Ez most ugye csak erre a körre vonatkozik. Ez megint egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye egyrészt ma még nem jelent meg a magyar közlöny, nem látjuk pontosan, tehát majd kérdés lesz az, hogy melyik határnappal. Tehát, hogy ugye, hogyha azt mondja a kormány, hogy augusztus 1-től kerül kivezetésre a hatósági árrendelet, tehát az árstoppos termékek akkor megszűnnek, az a 9 termék az lesz úgy átárazva a kereskedelemben, a rendelet, illetve a kihirdetett kormányinfó hallottak alapján, hogy az akkori beszerzési árunkhoz képest 15%-kal kötelezően olcsóbban kell majd értékesíteni. Tehát ugye ez most két teljesen külön termékkör, amiről most beszélünk. Ez korábban az egy évvel az előtti árhoz képest Sőt, ugye 2021. október 15-i áron kellett értékesítenünk ezeket a termékeket, ugye most 17 hónapja vagyunk benne ebben a hatósági árban. A 18. hónap után, tehát másfél év után emelkedni fog ez az ár, bizonyára jelentős mértékben, annak ellenére, hogy a kormány ugye kötelezővé fogja tenni azt, hogy mi az aktuális beszerzési árunkhoz képest 15%-kal olcsóban értékesítsük. Tehát deklaráltan lesz veszteséges a dolog. Ugye eddig úgy volt, hogy a rendelet az megengedte, hogy beszerzési árat értékesítsünk, de elméletileg nem kötelezte azt a kereskedelmet erre a beszerzési árat értékesítésre, ugye amit a törvény amúgy nem is enged meg, de 17 hónapja veszteséggel értékesítjük ezeket a termékeket. Most pedig majd fogjuk látni, hogy az aktuális beszerzési árhoz képest, ugye a nap még nincs kihirdetve, hogy melyik naphoz nézzük majd ezt a mínusz 15%-ot, de most már azt ki is hirdette a kormány, hogy kötelező veszteséggel értékesítünk a jövőben is 9 nagyon fontos alapvető élelmiszer. Ez egy másik kérdés, a beszerzési árak is majd hogy alakulnak ennek következtében, tehát ez még a jövő zenéje, majd meglátjuk, hogy lesz. Na de hogyan lehetséges-e mindezen mutatók mellett a kormány által vizionált 15%-os augusztusi infláció?
a 15%-os infláció akár lehetséges is lehet, nem egyértelmű ennek a hatása, ennek a kivezetésnek és új intézkedés bevezetésének. Adott esetben előfordult, hogy bizonyos termékeknek az ára az árstopp kivezetése után, de a 15%-kal a beszerzési ár alatti értékesítés kötelezése mellett, akár mondjuk még lehet, hogy csökkenni is fog, lesznek olyan termékek az árstoppal kivezetett, vagy az árstoppal kivezetett termékek alól, de ez nem feltétlenül a teljes termékkörre fog vonatkozni, hanem hogyha ez is úgy működik majd, mint a kötelező akciókkal, hogy bizonyos termékcsoportokból kell kiválasztani egy-két terméket, akkor lesznek olyan termékek, amik adott esetben, amit kiválaszt az áruház és beszerzési ár mínusz 15%-on fogja értékesíteni, mondjuk valamelyik kétféle tejet, de lehet, hogy mondjuk a másik 8-10 féle tej ebben az árstopos kategóriában már adott esetben piaci áron fog értékesülni. Most nyilván el lehet képzelni, melyikre lesz nagyobb kereslet, és hogy fogunk-e tudni majd vásárolni ebből. Tehát, hogy ezt már láttuk az árstop alatt is, hogy ez milyen bonyodalmakat tud okozni. Másrészt pedig ez a 15%-os szám, ez ugye az általános inflációs kosára vonatkozik, azért az élelmiszerinfláció az szinte biztosan 20% körüli, vagy a fölötti mértéknél fog tartani ez akkor is, amikor az intézkedés kivezetésre kerül. Egyszerűen csapdába csalta magát a kormány, az sem volt jó az infláció szempontjából, amíg az árstop életben volt, hiszen deklaráltan többször kimutatottan és elemzésekben megvizsgáltak a növelő hatása volt az inflációra az árstop intézménye, és most a kivezetéssel is tulajdonképpen egy jó esélyt teremt arra, hogy megint csak növekedni fognak az árak, és az pedig egy érdekes kérdés, hogy azoknak a termékeknek az ára, amik nem az árstopban voltak érintettek, de az áruk amiatt nőtt, hogy az árstopon keletkező veszteséget próbálták kompenzálni a cégek, a kereskedőláncok, hogy azoknak vajon most ettől vissza fog-e menni az ára, ez egy nehéz ügy. Ugye mi vásárlók természetesen úgy érzékeljük, hogy persze, hát az ügyes kereskedők elterítik ezt a veszteséget, és más árukon viszont bőven behozzák azoknak az áremelésén azt, amit veszteségként elkönyveltek az ársapkás termékeknél. Mennyire van ez így, illetve mennyire szab ennek gátat a kereslet láthatóan egyre csökkenő mértéke, ugye 10-15%-ról beszéltünk már az év végén. Igen, ugye nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert hónapok óta azt halljuk, hogy az infláció okozója a kereskedelem. Ugye már itt a műsorban is sikerült ezt megvilágítani abból az irányból, hogy a kereskedelem az úgy működik, hogy amennyiért mi azt a terméket aktuálisan vásároljuk, a mi általános haszonkulcsunkat, árrésünket erre rátesszük, meg az áfát, és abból alakul ki a fogyasztói ár. Tehát nincs olyan piaci gyakorlat, hogy kereskedelem az önállóan elkezd felárazni azért, mert veszteségeket lát kialakulni a gazdálkodása során. Mert hogy akkor nem veszik meg a vevők. Pontosan, tehát a piac, piacgazdaság egy csodálatos dolog, szabályozza önmagát, erről nagyon híres, és amikor így látjuk, hogy a láthatatlan kéz, amikor belenyúl a gazdaságba ennyire drasztikus módon, ilyen hosszú távon, annak nincs jó hatása. Itt a 15%-nál is rögtön a kereskedő mit fog cselekedni. Ugye, minél drágábban veszek egy terméket, a 15%-os kötelező veszteség effektív, annyi nagyobb mértéket ölt, nagyobb lesz az abszolút értéke. Tehát a kereskedő azt fogja tenni, hogy abból a termékből megkeresi a legkedvezőbb beszerzési forrást, hogy az a 15%-os veszteség ez a lehető legkisebb legyen. Sajnos a hazai feldolgozóiparban nem biztos, hogy megtalálja a legolcsóbbat. Mit fog tenni? Megint az import irányába kacsingat, nem azért, mert nem akar a magyar feldolgozóipar együttműködni, hanem mert a veszteségeit próbálja ismét minimalizálni. Tehát megint augusztustól jön egy olyan időszak, amikor nem tudjuk majd, hogy meddig tart. Ugye a kötelező árakciónak a hirdetett időpontja szeptember 30, de ugye erről még nem látunk semmi leírtat. Nagyon veszélyes, nagyon vékony ég, nagyon nagy probléma lehet ebből. Másik vetület a készlet. Amikor ugye kötelező készlettartás van az akcióra is, és a hatósági ár alá tartozó termékekre is, de 2022-ben hatalmas mennyiséget értékesített a kereskedelem, mert mindenkinek szimpatikus, ma még mindig 230 forintért vásárolni kristálycukrot, hogyha nekünk majd a kötelező mínusz 15% esetében a 2022-es készleteinket tartani kell, egy romlandó termék esetében, mondjuk egy csirkemell esetében, lehet, hogy az ott fog megromlani a boltban, mert nem biztos, hogy ugyanannyit fogunk tudni eladni, sőt biztos nem 2200-ért, mint 1600-ért. Tehát a piacot nagyon gyorsan el kéne kezdeni saját útját járva önszabályozó útra terelődni, mert sajnos ezek az összefüggések, ezek sokkal nagyobb mértékben rombolják az egész gazdaságot, mint ahogy ezt jelen pillanatban még látjuk.
a most meghozott döntések ennek jeleként értékelhetők? A kormány is kezdi belátni, hogy az árstoppos variáció nem volt annyira sikeres. Összességében nézve a gazdaság. Gulyás Gergely azt mondta a kormányinfón, hogy nem ért egyet a közgazdászokkal ebben a kérdésben. Innentől kezdve nyilvánvalóan nem egy közgazdasági kérdésről van szó. A kormány feláldozta a közgazdasági racionalitást egy politikai üzenetnek a talaján, hogy miért éppen most. Könnyen lehet az, hogy itt valamilyen számítások is állnak a háttérben. De az is lehet, hogy egyszerűen már tényleg azok az üzenetek, amik minden szakmai szervezettől, minden szakértői frontról érték a kormányt, most már nagyon sok hónapja az ügyben, hogy ez egy nem tartható dolog, ez egy káros intézkedés, lehet, hogy most ért el valamilyen olyan inger küszöböt. A kivezetés módja ugye az, hogy augusztus 1-től az sem szerencsés, én nem hiszem, hogy olyan nagyon sok 2-8-as tejet vagy csirkemelfét fogunk tudni, vagy mindannyian fogunk tudni vásárolni a következő hónapban. Láttuk, hogy itt pontosan az erős kereslet miatt, ami adott esetben egy olcsóbb termék, egy iránt van, az mennyire fel tudja borítani a kínálatot, illetve a piaci normákat, akkor is, amikor egyébként még nem látszott, hogy mikor fogják kivezetni ezt az árstopot. Most pontosan megvan mondva, hogy mikortól lesz ez elméletileg drágább ez a termék. Én azt hiszem, hogy itt nagyon, ezek között van az étolaj, vagy a cukor, a liszt, ezek nagyon jól eltartható termékek, a csirke, mert jól fagyasztható. Én azt hiszem, hogy itt különösebben nem lesznek nagyon sokszor tele a polcok, egyszerűen képtelenség lesz ellátni majd azt a keresletet, ami főleg mondjuk az augusztus 1-ét megelőző utolsó hetekben fog jelentkezni, tehát ez egy nem lesz valós. Mennyire lett reális az MNB becslése, hogy az infláció mértéke 16-18% körüli mértékű lett éves szinten, tehát ebbe gondolom belekalkulálják azt is, hogy évvégére a várt egy számjegyű inflációs. Igen, a 18-at azt én is reálisnak látom, nyilván az MNB-nek erről több információ van a háttér, ugye ez már egy alacsonyabb mérték, mint amit korábban vártak, én 20-19, majd most már inkább 18%-ra várja az elemzőikar általában az adott esetben az éves inflációt. Itt is az a fontos, hogy ennek tükrében kell értékelni az egyszámjegyű inflációt, hogy számít-e az, hogy mondjuk egy vagy két hónapban 9%-os lesz a havi szinten az éves infláció, miközben egész évben az életünk 18%-kal emelkedett. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták a véleményeket. Köszönjük.